Mékvíz. El ne süllyedj! Jó napot kívánok, kedves nézőink! Szeretettel köszöntöm Önöket! A Mannherz Erzsébet nővérnek emléket állító, vetélkedő sorozat a Mékvíz játék első elődöntőjében. Olajos István vagyok. A három csapat, akik itt vannak körünkben, már bizonyítottak, ők már túljutottak egy fordulón, remélem izgalmas és érdekes vetélkedő vár most ránk. Kik a zöldhajú utasai? Jó napot kívánok, Kőszegi György vagyok. Én meg Bárdi Anna. Az Egyetemi Katolikus Gimnáziumból jöttünk, 11-es tanulók vagyunk, jövőre lesz az érettségi. Hát nekem ugye a hobbim az önvédelmi sportok, kempó, illetve szisztema. A kedvenc tantárgyaim közé tartozik a történelem és az irodalom. Emellett nagyon szeretek olvasni. Az én hobbiaim a rajzolás, illetve az olvasás, és az én kedvenc tantárgyaim a kémia és a biológia. Bizonyos vagyok benne, hogy lesz alkalmuk kipróbálni a tudásokat ezekben a dolgokban is. Történt-e valami változás, mióta találkoztunk Önökkel? Hát, igazából nem sok, a dolgozat több lett azóta, de szerencsére még megvagyunk. Az érettségire készülésnek ez velejárója valószínűleg. Igen. Sok sikert kívánok a játékhoz. Köszönjük szépen. Kik a sárga hajó utasai? Mi a Pál Apostol gimnáziumba érkeztünk Budapestről, 10-esek vagyunk, én Veres Hunor vagyok, kedvenc tantárgyam a kémia és a matek, de szeretem a tűrit meg az irodalmat is. 2015 óta gyermekkocsi utas vagyok, és tavaly augusztusban pedig a gyermekkocsi úton ifjúsági vezető lettem. Gratulálok hozzá! Én Markó László vagyok, Hunornak az osztálytársa, és előző adással nem mondtam el, de nekem is vannak hobbiaim. Ez például a festészet, és a zenélek 8. éve. Milyen stílusban fest? Avantgárd. Nagyon izgalmas képek lehetnek. Igen. A Pál Apostol gimnáziumban történt-e valami, mióta találkoztunk? Hát valami izgalmas, érdekes. Sok dolgozat lett azóta. Ezek a gimnáziumok már csak ilyenek, egyfolytában dolgozatokat íratnak. És jól sikerültek? Hát, helyjel közel. Legyen még annál is jobb a folytatás. A piros hajó utasait kérem, hogy mutatkozzanak be. Mi a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium tanulói vagyunk. Én Zoretki András Zsombor vagyok. A kedvenc tantárgyam matematika és a földrajz, ezen kívül kézilabdázom. És csapattársam pedig. Én pedig Galák Botond Balázs vagyok. Szintén a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium végzős tanulója, akárcsak csapattársam. Hát érdeklődési köröm még mindig szertágazó, de most már nincsen olyan sok időm a hobbiaimra, amivel a tovább tanulásra kell már koncentrálni. És Bonyhádon mi újság van? Hát minden a régi, semmi újdonság nincsen. Akkor vidám játékot és sok újdonságot kívánok a kérdésekhez. Köszönjük. Köszönjük. Kedves nézőink, az első körben címerekkel fogunk játszani. Az egyetemi gimnázium kérdése. Mióta használjuk törvényesen mai címerünket? 1989, 1990, 1999 vagy 2000 óta? Szerintem. A. 1989. 90-ben alakult meg az új parlament, és az első döntései közé tartozott a címer törvénybefoglalása. Nem jár pont sajnos. Nézzük a Pál Apostol gimnázium kérdését. Miért nem címer az úgynevezett Rákosi címer? Azért, mert nincs rajta pajzs. Nincs rajta korona, a vörös csillag miatt, vagy a búza kalász és a kalapács miatt. Szerintem. Hát a Kossuthon sem ott korona, hogy szerintem a vörös csillag lesz. C a vörös csillag miatt. Képzeljék, azért nem címer, mert nincs pajzson ez az egész. Pajzs hiányzik róla, már pedig a címer pajzs nélkül az nagyon-nagyon furcsa dolog volna. Nézzük a Bonyhádiak kérdését. Vörössel és ezüsttel hányszor vágott címerünk jobb oldala? 5-ször, 6-szor, 7-szer vagy 9-szer? Vagy 7 vagy 9, szerintem ő 9-szer. 7-szer. 7-szer. Házi feladat, tessék szépen alaposan megnézni a címert és egy kicsit elmerülni ebben a témában. Ez volt a bemelegítőkör, ott vagyunk, ahonnét elindultunk, semmi gond nincsen. Nézzünk jeles napokat, hát ha ez jobban megy. Egyetemi gimnázium. Ha megcsordul, valami tele lesz a pince. Na de mi? Endre, Ince, Bence vagy Vince?
Vince. Ince. Ja, Ince, akkor B. Ince. B válasz, sajnos a Vince lett volna a jó. A Vince, ha megcsordul Vince, tele lesz a pince. Január 22-én van Vince napja, és hogy csordul meg? Elkezd esni. Bizonyám, bizonyám. Akkor jó termés várható, jó szőlő termés, és bizony akkor a pince is tele lesz borral. Pál Apostol gimnázium. Ki nem fagyos szent a felsoroltak közül? Pongrác, Ignác, Bonifác vagy Szervác? Ignác, nem? B. Ignác. Helyes. Így van, a többiek azok. Melyik hónapban vannak a fagyos szentek? Február, nem? Az is. Akkor nem lennének olyan izgalmas dolgok ezek, mert februárban egyébként is hideg van. Májusban. Májusban már nem nagyon várná az ember a fagyokat, de bizony bejöhetnek. Hova lőnek? Hát, piros csapat, Cecil 6. Nem talált. Nézzük a piros csapat kérdését. Ha ezen a napon esik, akkor a hiedelem szerint 40 napig esni fog. Metód, Márton, Medárd vagy Máté napjáról van szó. Cecil. Medárd nap. Helyes. Tudják a hónapot? Melyik hónapban vagyunk? Június. Így van, június 8-a Medárd. Helyes. Hova lőne? Akkor... Sárga csapat, Elemér 5. Elemér 5 nem talált. Nézzük a harmadik kört. Ikrek következnek. Kinek a gyermekei az ikrek csillagkép névadói, Castor és Pollux? Lédának, Artemisnek, Antigonénak vagy Helénának? A. Léda. Helyes. Nagyon jó. Kitől vannak a gyermekek? Ki az apuka? Valószínűleg Zeusztól. Így van. És ha Lédáról van szó, akkor milyen alakban csábíthatta el Léda? Hattyú. Helyes. Nagyon jó. Hova lőnek? Sárga csapat, Aladár 2. A kettő pont viszont jár, megindultunk felfelé a létrán. Az összenőtt ikreket sziámi ikreknek szokás nevezni. Mit gondolnak sziámnak, mi a mai neve? Thaiföld, Laos, Kambodzsa vagy Myanmar? Szerintem Thaiföld lesz, mert van egy ismerős, akit sziámnak hívják. Valós, Á, Thaiföld. Jó a válasz, így van. Egy lövés is önöknek jár még. Na, Laci, hova lövünk? Zöld csapat, Cecil 7. Nem talált. A kettő pont minden esetre ott van már az árbockosárban. Piros csapat, ki írt megrázóan szép elbeszélést Ikrek hava címmel? Radnóti Miklós, Fekete István, Móra Ferenc vagy József Attila? Radnótit jelölnénk. Helyes. Nagyon jó. Mert hogy neki volt egy ikertestvér, akiről nem is tudott. Valóban. Hova lőnek? Hát, sárga csapat. Sárga csapat. Cecil 5 is. Cecil 5, Tanács 5. 3 pont összesen a Bonyhádiak jutalma. Magasság és mélység a negyedik forduló kérdéseinek az összefoglaló neve. Mit gondolnak egyetemi gimnazisták? Ma melyik ország területén van a történelmi Magyarország legmagasabb pontja? Szlovákia. Ausztriában, ha tudják, mondhatják. Szlovákia. Helyes, Szlovákia. Ez magas tátrában. Igen, és melyik csúcsról van szó? Hú, én meg nem mondom. Gerlachfalvi csúcs. Így van, 2663 méter magas. A válasz jó volt, tökéletes. Még a lövés is önöknek jár. Mondhatom most én? Igen. Piros csapat, Gábor 3-as. Nem talált. Sárga csapat. Hol a legmélyebb a Balaton? A Tihanyi-félszigetnél, Keszthelynél, Badacsonynál vagy Siófoknál? C. Badacsonynál. A Tihanyi-félszigetnél van egy 10-12 méter mély kútnak is hívott része a Balatonnak. Az a legmélyebb. Bonyhádiak. Sem magasság, sem mélység nem rettent. Ez a jelmondat a Katona József szülővárosának. Veszprémnek, Szegednek, Pécsnek vagy Kecskemétnek? Kecskemétnek. Helyes a válasz, 2 pont. Hova lőnek? A sárga csapatot szeretnénk célba venni, és Béla 2-es mezőkül. B2 nem talált. Nézzük a világörökség részeit. Biztosan izgalmas és érdekes lesz ez is. Mit gondolnak egyetemi gimnazisták, melyik apátságunk része a világörökségnek?
A Zirci, a Pannonhalmi, a Tihanyi vagy a Maiki? Pannonhalma B. Helyes. És a... Bocs, sárga csapat. A1. A1 talált sűrűen. Némi nézeteltérés volt, hogy merre állítsák az ágyú csövét, de a legjobb korvá változtatták meg az eredeti elképzelést. Ezzel nem fogunk összeveszni. Sárga csapat. Melyik történelmi borvidékünk került fel a világörökség listájára? A Badacsonyi, az Egri, a Tokaji vagy a Villányi? Tokaj. C. Tokaj. Valóban. Az ember, hogyha borvidékre gondol, hát a külföldi főleg, akkor leginkább Tokaj jut az eszébe. Hova lőnek? Piros csapat, Hedvig 8. Nem talált. Bonyhádiak. Melyik nemzeti parkunk részesült 1999-ben ebben az elismerésben, tehát a világörökség része lett? A Hortobágyi, a Kiskunsági, az Őrségi vagy a Bükki? A Hortobágyi. Valóban így van. Célozzanak. Jó. Akkor sárga csapat, Elemér 4-es. Elemér 4 nem talált. Sport következik. Többen mondták, hogy sportolnak. Bizonyosan könnyű lesz a kérdés. Egyetemi gimnázium. Egyéniben és csapatban összesen ki volt a legtöbb olimpiai aranyérmet nyert magyar sportoló? Jerevics Aladár. Minek mondom én egyáltalán a lehetőségeket? 7, azt is úgy tudom. Valóban, 7. Ebből mennyi a csapat, tudja? Azt hiszem 5 vagy 6. 6. 6 a csapat és 1 az enyém. Igen. Remek. Még 50 évesen is nyert elvileg. Kétűnő. Ezért szeretem én, hogyha ilyen remek játékosok vannak, mert én tanulok a legtöbbet. És nem mondj ennyi sok információt, hülyének tudok melletted. De, hogy is. Sport volt a témakör annak. Hova lőnek? Na, akkor hát, most csinálnak jól. Sárgos, vagy piros csapat, Béla 8. Nem talált. Pál Apostol gimnázium. Most csak az egyéni aranyérmeket nézzük, csapat nem számít. Egyéniben ki a legeredményesebb magyar sportolónk az olimpiák tekintetében? Bélyegerszegi Krisztina. A sport valóban nagyon fekszik önöknek. Hány aranyérmet szerzett? Nem tudom, hogy 14 éves volt talán az elsőnél. Igen, az nagyon emlékezetes közvetítés volt bizony, amikor beúszott a célba. 5 egyéni aranyérme van. Darnyi Tamás, Kárpáti György és Keleti Ágnes is kiváló sportolónk, azért azt említsük meg, mint ahogyan az előbb Gozák Danutáról, Pap Lászlóról vagy Balcó Andrásról is csak a legmagasabb szinten tudnánk nyilatkozni. Pál Apostol gimnázium hova lő? Zöld csapat, F5. Ferenc 5. Nem talált. Bonyhádiak, mit gondolnak, ki győzött először olimpián magyar színekben? Hajós Alfréd, akkor mi is tartjuk ezt a jó szokását a többieknek. És miért nem Tapavica Momcsilló, vagy Kellner Gyula, vagy Szokolyi Alajos? Hát mert ők nem voltak olimpiai bajnokok, ha jól tudom. Momcsillóról tudom, hogy 1896-ban is ott volt, de ő nem mind volt. Mind a négyen ott voltak. Mind a négyen ott voltak. Melyik olimpián is? Aténban. Az aténi olimpián, nagyon helyes. Mind a négyen ott voltak, és mind a négyen nyertek érmet, de aranyat bizony. Hajós Alfrédnek először. Rám. Hova lőnek? Oké, a zöld csapaton vennénk célba a Ferenc 4-es mezővel. Nem talált. Nem. Fej-fej mellett haladnak a csapatok. Kiváló hangulat is itt a stúdióban, és nagyon-nagyon sok mindent tanulok a játékból. A következő kérdések Erzsébet nővérhez, Mannherz Erzsébethez kötődnek, mind a három csapatnak jut. Erzsébet nővérről van izgalmas, érdekes kérdés. Azt hiszem, hogy bármelyikünk erőt meríthet az ő lelki nagyságából, az ő szorgalmából, kitartásából. Egyetemi gimnázium. Ki Hamiltonban az idősek otthona templomának védőszentje? Szent Erzsébet, Szent László, Szent István vagy Szent Margit? Szent Erzsébet. Valóban, így van, Szent Erzsébet. Most akkor a sárga csapat, Cecil 8-as. Pál Apostol gimnázium. Napi rendje szerint mikor kelt Erzsébet nővér? Hajnali 3 órakor, 4-kor, fél 5-kor vagy 5-kor? B. Hajnali 4-kor.
Galát kérdés volt, képzeljék, háromkor már fölkelt, hajnali háromkor már fölkelt, és megállás nélkül tevékenykedett egész nap. Nézzük a Bonyhádiak kérdését. Ki volt az a szerzetes testvér, aki 1965-ben érkezett Kanadába, és lett később Erzsébet nővérnek a jobb keze? Szűcs Mária, Tóth Ilona, Szabó Karola, vagy Veres Paula? Szűcs Mária. Helyes a válasz. Hova jönnek? Sárga csapat, Ferenc 4-es. Találtsuk. És így kerek a világ három pontjára Bonyhádiaknak. Találmányok következnek. Minek a tervezésében jeleskedett a Rubik kocka feltalálójának édesapja, idősebb Rubik Ernő? Mozdonyokat épített, motorkerékpárokat, vitorlásokat vagy vitorlázó repülőgépeket? Jó, B. Motorkerékpárok. Nyugodtan lehetne természetesen az is. Képzeljék el, 28 féle vitorlázó repülőgépet épített, és még 5 motoros gépet is. A leghíresebb ezek közül a Bóbé volt. Pál Apostol Gimnázium. Kempelen Farkas, a zseniális ezermester melyik gépéről vált híressé? A sakkozó, az emelő, egy búvárhajó, vagy egy vetítőgépről? B. Hidraulikus emelő. Szökőkutakat tervezett, kétségtelen remek szökőkutakat tervezett, sőt vízemelő szerkezeteket is, de ami igazán világhírt hozott neki, és máig izgalmas és érdekes, az a sakkozó török. Nem tudjuk pontosan, csak elképzeléseink vannak, hogy hogyan oldotta meg. Azt mondják, hogy biztosan volt egy törpenövésű, vagy valamilyen más módon a szekrényben elférő ember, aki mozgatta a figurákat, de akkor is egészen döbbenetes. Ügyes szerkezet volt ez. Bonyhádiak. Mit köszönhetünk még a 12 pontot megfogalmazó Irinyi Jánosnak? A biztonsági gyújtófát, a fázisváltós villanymozdonyt, a kéregöntésű vasúti kereket, vagy a szikvízgyártást? A biztonságos gyújtófát. Akkor még így hívták, hogy gyújtófa, igen. És ebből lett gyufa valóban. Hova lőnek? Zöld csapat, Elemér 4-es. Nem talált. Lédát már emlegettük, Léda tojásait. Na hát most tojásokkal fogunk játszani. A kacsacsőrű emlősön kívül melyik emlős szaporodik tojással? A földi kutya, a hangyászsün, a tobzoska, avagy ma már nincs ilyen emlősünk. Hangyászsün. Igen, valóban. Gratulálok. Hova lőnek? Sárga csapat. Gábor 6-os. Gábor 6-os nem talált. Sárga csapat. Körülbelül hány tojást tojnak évente az ipari tojótyúkok? Nem biztos, hogy ezt tanítják a gimnáziumban. 100-120, 150-200, 250-270 vagy 300-nál is többet. C. 250-270. Hát inkább olyan 150-200 tojás az volna helyes. Bonyhádiak. Kinek készített tojásokat Carl Fabergé? Az orosz cárnak, az angol királynőnek, a kínai császárnak vagy a belga királynak? Az orosz cárnak. Mert neki szüksége volt tojásokra. Hát nem neki, hanem a gyerekeinek, meg a családjának. Valami szépet akart adni. Sétra is. Mik voltak ezek a Fabergé tojások? Hát én díszített. Hát talán struc tojás, nem tudom pontosan, és az drága kővel, nemes fémmel, minden, ami drága föl díszítve. Ékszerek, ugye leginkább ékszerek voltak, drága kővel, aranyjal és mindennel díszítve. Így van, helyes. Volt, ami zenélni is tudott. Hova lőnek? A sárga csapatnak az Aladár 5-ös mezőt. Aladár 5 nem talált. Hidak következnek. Zöld csapat. A világ legrégibb fedett fahídja a Kápolna híd a Reusz folyón keresztülével. Melyik ország látványossága? Hollandia, Olaszország, Svájc vagy Luxemburg? Olaszország. Nem Olaszország. Luxemburg. Svájc lett volna jó. Sárga csapat. New Yorkban a Brooklyn híd Brooklynból melyik városrészbe vezet? Manhattanbe, Queensbe, Bronxba vagy Staten Islandre?
Szerintünk mentem be. Valóban, mehettem be. Hova lőnek? Zöld csapat, elemér ötös. Nem talált. Bonyhádiak. A mosztári öreg híd a délszláv háborúban elpusztult, de újjáépítették. Melyik folyón ível át? A Neretván, a Dráván, a Száván vagy a Drinán? A Neretva fölött. Valóban így van, a Neretva fölött. És mit lőhetnek? A zöld csapat Ferenc 6-os. Nem talált. Vonatokkal fogunk játszani a következő fordulóban. Zöld csapat. Ki nyomoz a gyilkosság az Orient Expressen című nagy sikerű regényben? Poirot. Valóban. Kinek a regényekről van szó? Agatha Christie. Olvasták, látták? Igen. Remek. Hova sárga csapat, A8. A8 nem talált. Sárga csapat. Mi a Moszkvából induló transzszibériai express vasútvonal végállomása? Vlagyivosztok, Nahotka, Habarovszk vagy Magadán? Vlagyivosztok. Valóban ez a jó válasz. Meddig megy a vonat, tudják? Körülbelül... Szentpétervártó Vlagyivosztok. Én időbe gondoltam. Ja, milyen? Körülbelül egy hét. Így van. Remek. Hova lőnek? Laci, hova lőnünk? Piros, Béla 2. Nem talált. Piros csapat. A tokiói olimpia évében nyílt meg a japán Shinkansen első vonala. Mikor? 1964, 72, 76 vagy 80? 1964-ben, akkor volt ott olimpia. Nagyon helyes. Hova lenne? Zöld csapat. Ferenc 3-as. Nem talált. Az első játékrész utolsó köréhez érkeztünk. Lovagolni fogok. Zöld csapat. Mitől riadt meg Bukefálosz, Nagy Sándor lova? Miért volt fékezhetetlen? A hangos beszéd riasztotta meg? Az árnyékától riadt meg? A kürtöléstől? Vagy a tömjén illattól? Szerintem a kürtöléstől. Ez a kürtöléstől. Képzeljék az árnyékától. Az árnyékától, és ledobott mindenkit a hátáról. Nagy Sándor pedig észrevette, hogy fél az árnyékától, szembefordította a nappal, és akkor nem látta a saját árnyékát, és onnét kezdve lehetett rajta lovagolni. Sárga csapat. Milyen jószág volt kincsem a magyar csodaló hűséges barátja? Egy macska, egy kanári, egy birka vagy egy kutya? Idő. D. Egy kutya. Kutya. Más ötlet esetleg? Egy macska. Szinte összenőttek, a macska nélkül még versenyezni sem volt hajlandó aló. Egyszer Marseille-ben elveszett a cica, és fél Marseille a macskát hajkurázta, hogy merre van. Bonyhádiak. Napóleon kedves lovát a győztes Marengói csatáról nevezte el. Melyik országban van Marengó? Belgium, Olaszország, Szlovénia vagy Spanyolország? Akkor B. Olaszország. Így van. Jól válasz. Hova lőnek? A sárga csapat Cecil 2-es mezőjét lőnénk. Nem találtad a Cecil. Kedves nézőink, a villámkérdések előtt a piros csapatnak éppen kétszer annyi pontja van, mint a sárgának. Ez azonban a világon nem jelent semmit, mert ha a sárga csapat minden kérdésre jól válaszol, és még el is találják az ellenfél hajóit, akkor övék a győzelem. Nézzük a villámkérdéseket, kérem, hogy vegyék a kezükbe a kis jelző gombocskákat, és mondom a kérdést, aki először megnyomja a gombot, az válaszolhat, ne feledjék, itt a rossz válaszért pontot vonunk le. Az első kérdés. Hogyan nevezzük a vakok számára kifejlesztett írást, piros csapat? Braille írás. Helyes. Zöld csapat, Géza 4-es. Nem talált. A következő kérdés. Melyik ország fennhatósága alatt áll jelenleg Tibet? Piros csapat. Kína. Helyes. A többiek is villámgyorsan nyomják a gombot, de a pirosok gyorsabbak voltak. Egy picikét hamarabb, tessék. Zöld csapat, Béla 4-es. Nem talált. Ha 7 gyertyából 3-at eloltunk, mennyi fog megmaradni? Sárga csapat. Hát mind a 7 megmarad, csak nem fognak égni. Ez nem ilyen beugratós kérdés? Más vélemény.
Ilyenkor is pontot vesztünk, ami mondjuk. Igen, valóban így van. Na, az idő is lejárt, úgyhogy mondok 4 lehetőséget, aztán majd megbeszéljük, hogy miért annyian ennyi. Tehát 7 gyertyából 3-at eloltunk, akkor 4 marad, 3 marad, 5 vagy 2? Zöld csapat. 4. Miért 3 piros? Hát mert hogyha 3-at eloltottunk, a többi az szépen leég. A 3 az meg megmarad. Galád. Nagyon-nagyon régi találós kérdés ez. A címer mellett házi feladat régi találós kérdéseket tessenek böngészni. Kitől való az idézet? Már vénülő kezemmel fogom meg a kezedet, sárga csapat. Adi Endre. Nagyon helyes. 2 pont. Hova lőnek? Hát a kozó csapat elemér 6-os. Nem talált. Nem talált. Próbálkozásnak azért nagyon jó volt. Minek a vegyjele a C? Szén. Valóban. Így van. Hova lőnek? Zöld csapat. Aladár 6-os. Talált. Talált. Végre! Mi munka volt benne, de talált! Jó, na. Az utolsó kérdés következik. Optimális esetben hány hónapig tart a magzat fejlődése az anyamében? Sárga csapat. 9. 9 hónap, így van. Hova lőnek? Zöld csapat, aladár 5. Talált. 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 Az utolsó 7 körben kiváló volt a sárga csapat, ha hamarabb gyújtják be a rakétákat, vagy húzzák föl még a tartalék vitorláikat, akkor valószínűleg más eredmény is születhetett volna. Kedves nézőink, azt hiszem egyetérthetünk abban, hogy az első elődöntő sok izgalmat hozott, hogyha ilyen ügyes és talpra esett válaszokat adnak az érettségén vagy éppenséggel a felvételén, reméljük, hogy révbe érnek a hajókkal, a biztos kikötőbe fognak megérkezni. Manherz Erzsébetet emlegettük, Manherz Erzsébetnek állít emléket a játékunk, bizonyosan ő is büszke lenne önökre. Harmadik helyen végzett a Budapesti Egyetemi Gimnázium 2-se, 14 pontot szereztek. Második lett szintén Budapestről a Pál Apostol Gimnázium csapata, ők 19 pontot gyűjtöttek, és a győztes a játéknak a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium csapata, ők 28 pontot szereztek. És a lehetőségük megvan az ismételt nyerésre, hiszen ők a címvédők, és bejutottak a döntőbe. Sok sikert kívánok a folytatáshoz. Önöket pedig visszavárjuk a készülékek elé, hiszen van még 2 elődöntőnk és 1 döntőnk is. Viszontlátásra! Vetélkedő sorozatunk főtámogatója a Manherz Erzsébet Szociális Alapítvány, az idős gondozás Manherz Elverendszer tulajdonosa. Műsorunkat támogatta az Etalon, a keresztény filmek kiadója, és a Harmat, a családi könyvek kiadója.